A történet Bodó Misi, egy dolgos paraszt családba született fiú életének első időszakát meséli el. A Georgikon megalapításának híre gyorsan eljutott a zalai kisfaluba, ahogy az is, hogy a szegény gyerekek fizetség nélkül tanulhatnak. Így történt, hogy Misi kiemelkedett a paraszti sorból, és megtanult írni, olvasni. A kötet kiemelten hozzájárul ahhoz, hogy a Festetics örökséget a fiatalok is maguknak érezzék. Magam is azt gondolom, hogy nem csak a kastélyt kell kinyitni, hanem olyan életet kell megtölteni, amivel a gyermekeink is magukének tudják érezni. Ebben látom azt a jövőt, amiben 200 év múlva is majd tudni fogják a gyermekeink azt, hogy felénk pusztán milyen fantasztikus lovas élet volt, vagy pedig az, hogy például pont Festetics volt az, aki az első európai felső oktatási egyetemet létrehozta. A kötet kiadója az Zala múltjáért hagyományőrző egyesület. A szervezet jellemzően interaktív foglalkozásokat tart különböző múzeumokban. Az elmúlt években a Göcsei Múzeumhoz kapcsolódóan jelentettek meg kiadványt. A keszthelyi majort Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum korábbi igazgatója ajánlotta a figyelmükbe. Észrevettük, hogy amit mi ott tevékenységet bemutatunk, azokat nagyon élvezik a gyermekek, a szülők, nosztalgiáznak, nagyszülők, és akkor úgy döntöttünk, hogy kellene egy olyan kiadványt létrehozni, amiben ami ott elvégeztek kukoricamorzsás darálások, vagy akár amilyen közegben mozogtak, egy múzeumi közegben, azt ők egy kiadvány formájában haza tudják vinni, át tudják lapozni, és vissza tudnak gondolni esetleg arra a pillanatra, amikor azon a helyszínen ők kirándultak. A kiadvány megjelenését Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, és Csótár András, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke is támogatta. A történetet Balaton László zalaegerszegi író írta, akinek a Major Múzeum vezetője Rajnai Virág nyújtott szakmai segítséget. A kiszínezhető illusztrációkat Molnár Éva készítette. A múzeumunknak otthont adó Georgikon Major jelenik meg a történetben, és egy izgalmas időutazás részesei lehetünk, ami visszarepít minket a Major fénykorába. És nem csak a kiállításainknak helyet adó épületeink ismerhetőek fel a mesében, hanem az élménygazdaságunk állatai, a juhok, a tehenek, sőt még a fehér pulikutyánk Basa is megjelenik a kiadványban. A tervek szerint a kötetet többek között a Majorban és a Festetics kastélyban is meg lehet vásárolni, de a keszthelyi általános iskolák is kapnak a kiadványból.